Új programsorozat indult a Szadai Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtárban 2016. április 11-én. A Kék Asztal című beszélgetős órák első vendége Kisné Valkai Anna, Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó felesége volt. A Szadán élő egykori vízilabdázó családanyával Juhászné Bankó Erzsébet, a faluház vezetője és a programsorozat szervezője beszélgetett. A programot én azért gondoltam ki, mert nagyon, nagyon sok beszélgetésből kiderült számomra, hogy a beszélgetés, mint műfaj, nagyon hiányzik az embereknek. És én arra gondoltam, hogy egy asztalhoz, ha ide ülünk, akkor tulajdonképpen lehet, hogy elő tudunk idézni olyan időket, beszélgetős órákat, ami arról szól, amit mi idehozunk témának, és amiről szeretnék beszélgetni, esetleg izgat bennünket. De azért én mindig gondolok egy vendégre, aki valamiatt már izgalmas lett számunkra, és ezúttal én a Családmenedzser című blogot találtam meg. Egyfelől maga a fogalom, hogyan és miként jött ez, hogy ezt most aztán el kell indítani. És itt felrakok egy jó pár kérdést, és akkor ahogy gondolod, miért pont és most jött, mert én itt, mint kívülálló, annyit látok, hogy most azért átalakult egy kicsit az életetek, és én úgy látom, hogy úgy jobban látszott. Vagy hogy van ezt szépen mondjátok magyarul, nem tudom, jobban látszott az ancsa, előtérve az ancsa. És hát ez nyilván azért valami fajta. Szerintem először is köszönöm szépen, hogy rám gondoltál itt egy ilyen gyönyörű asztal mellett az első beszélgetőtársnak, tényleg nagyon tetszik. És tényleg köszönöm, hogy meghívtál, és a másik pedig igaziból szerintem ez csak egy picit a virtuális világnak a csalódása, ez, hogy most kerültem előtérbe, tehát én soha nem éreztem magam a háttérbe, csak egyszerűen évek óta gondolkodtam azon, hogy mi lehet az a fórum, ahol én normális keretek között bulvárt kizárva meg tudom osztani úgy az ötleteimet, meg a tapasztalataimat, hogy máshoz is eljusson. És akkor gyakorlatilag nem is tudom hányszor regisztráltam a blog.hu-ra, és próbálgattam a neveket kitalálni, aztán nem tetszett, és hirtelen ötlettől vezérelve családmenedzser lett. Ez szerintem úgy sűríti, amit én csinálok. Tehát nem is érzem munkának, meg világéletemben ezt csináltam, és ez úgy összefoglalja. Tehát úgy igazgatni a hétköznapokat, hogy ez a család szempontjából és a mi életünk folyását a legjobban elősegítse. A beszélgetés során Kisné Valkai Anna személyes hétköznapi tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel a női lét kérdéseiről, párkapcsolatról, családról, anyaságról. Kell egy személyes beállítottság, ami úgymond, aki bírja azt, hogy valamilyen szinten ez egy kicsit monoton, mert ugye kevesebb külső inger éri az embert, bár a barátok révén azért nagyon sokat beszélgetek, meg vagyok kapcsolatban más emberekkel, így a szűk családon kívül. De a másrészt egy olyan szinten látható személyes karrierről le kell mondani, amit szerintem nagyon sokan ma nem tudnak megtenni. Tehát az a fajta karrier, amit úgymond a társadalom elvár, hogy akkor most oké, megszülöm a két gyereket, letudom a feladatot, és megyek, rohanok vissza azonnal a munkahelyemre, hogy előléptessenek, hogy jobb legyen a fizetésem. Tehát ez a része a hagyományos anyatípussal nekem nem fér össze. A másik, ami speciális nekem a Gergő miatt, hogy az ő a sportkarrierje mellett ugye mi úgy kezdtük a közös életünket, hogy folyamatosan változtattuk a lakhelyünket. Tehát hol egy év Budapest, hol egy év 9 hónap Nápoly, aztán 3 hónap Budapest, aztán megint 9 hónap. Tehát így össze-vissza volt, tehát effektív közös életünk kezdetén nekem esélyem sem lett volna egy fix munkahelyen időt tölteni, mert akkor így a kapcsolatunk elment volna. Úgyhogy ezt mi így az elején megbeszéltük, hogy én őt segítem, aztán majd meglátjuk, hogy lesz. Azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha több nő megtehetné, hogy otthon marad, és nem lenne az, hogy anyagi kényszerből kell esetleg egy anyának elmenni dolgozni, hanem csak saját választásából. Vagy esetleg úgy megoldani, hogy több lehetőség legyen 4 órás, 6 órás munkát vállalni, hogy amíg a gyerekek iskolában vannak, addig a nők úgymond el tudják foglalni magukat, mert nincs mindenkinek nagy kertje, ahol zöldséget tud termeszteni, meg gyümölcsöt termelni ahhoz, hogy utána elrakassa nyáron lekvárnak és befőtnek meg mindenfélének.
Tehát így a városi emberre is gondolva, jó, sok, nagyon jó lenne, hogyha lennének olyan, több olyan munkahely lenne, ahol ezt tolerálják, hogy tényleg az anyának elsősorban a kisgyerekek mellett lenne a helye, és olyan rossz nézni, amikor a... Igen, olyan rossz nézni, amikor a barátnőm munkából hazafelé hív, és 7 óra 20-kor hív, és mondja, hogy most megy még csak hazafelé, és tudom, hogy a kisebbik lányom van, egy idős a fia, és akkor még csak 4 éves volt mondjuk, mikor ezek így előfordultak, és ez annyira szörnyű, hogy a... Gyakorlatilag a babysitter neveli a gyereket az anyja helyett, mert egyszerűen muszáj bejárni a munkahelyére, mert nem teheti meg, hogy tehát nincs választása. A beszélgetésbe a vendégek is bekapcsolódtak. Az lenne nagyon-nagyon fontos, hogy Ancsa megfogalmazta, hogy te szereted csinálni, és ebben kiteljesed. És hogy igen, erre, tehát ezeket lehetővé tenni, tehát hogy mindenki maga határozna meg magának azokat a szerepeket, amiben ő kiteljesedik és jó, és biztos, hogy rendben van szükség lenne rá, hogy sokkal több nőnek legyen erre lehetőség, hogy ebben kiteljesedjen, és ne legyen az a nyomás, hogy akkor te nem mentél el dolgozni, hanem hogy ugye ezt értéken kezeljük, mert iszonyú nagy értéke van az otthon végzett munkának, és hát forintosítani is lehet több milliós. Így van, így tehát, van. Tehát, lefordítjuk, hogy meg nem mindegy a kommunikációval sem. Tehát az, amikor tényleg az, hogy micsoda példát tud adni meg, vagy micsoda tudás van ott, tehát azt ugye meg is jeleníteni, tehát hogy elismerhető legyen. De azért lenne nagyon fontos, hogy ugye emellett viszont ugye lehetne azokat működtetni, hogy igen, van, aki másban szeretne kiteljesedni. És én nekem ugye ez a mániám, hogy ez iszonyúan jól tud egymást erősíteni, mert egyszerűen jobban teljesítenek azok a cégek, ahol a vezetők szerint nő, legalább 19%-kal magasabb a profit, akkor már lehet részmunkaidősávás, annál a cégnél, ahol a vezetők szerint nő. Tehát, hogy miért nem megyünk ebbe az irányba, hogy hagyjuk, hogy az, aki a munkába szeretne kiteljesedni, ő ott adja bele, amit szeretne, és ezáltal maga az egész társadalom és a gazdaság fejlődjön. Tehát, hogy lehetővé tenni, hogy mindenki a saját útján járjon. A Kékasztal című beszélgetős órák izgalmas témái elsősorban a női társadalom számára lehetnek érdekesek, de a férfiak számára is tanulságot nyújthatnak.